Nem, nem tényleg. Nem tényleg. Majd átmegyünk arra, hogy az üstök. Vagy nem az üstök, hanem a... Igen, mert valahogy így csináltuk, és akkor ezek a hangfalak meg itt voltak, csak tudom. Vagy várjál, tudod mit? Adjuk az ajtót, tudod mi? Már nem tud akkor a kerékesse még véletlenül se belépni. Tudod a... Aha. Valamelyik tudod. Nem tud a kerékhez vétni, érted? Mert véletlenül rámegyek valamelyik drábára, ezt az egész születi balra mentővel zárul, érted? Ja. Képzeld, igen. Voltál szám, messze látod? Hát már megkiabáltunk. Azt mondta, az elnét is ad, de még nem adott. Mindenkit a 2013. évi születi felvonulásunkat. A Tüsi azt mondta, hogy az igen szuper lesz a technika. Remélem így lesz, és remélem a hangom mindenkihez eljut. Köszönöm szépen mindenkinek, aki eljött ismételten. Külön köszönöm a legmesszebbről jövőknek, akik Marcali kívül még Galambok mellől, de most szégyellem, nem tudom megmondani pontosan, honnan is jöttek Lóháton, de a rendezvény végéig meg tudom. Tehát külön köszönöm, és remélem, hogy ez a lendület és ez a szeretet irántunk megmarad. Hát finita dalla commedia. Csak a faragóval lekezdtem. Ki fogjuk az egyik lóan? Tűzeni, hogy indulhat a menet! Áll a fejbe, be agyamra megy, ahogy a fejembe száll, ami van. Se baj, hibad. Csak nőjön a májra, na így jön rája. A burzsóázia diszkrét hája. Savanyú a szóló, rúgjunk be együtt. Valaki be, aki nincs itt, mű nem jött. Pálinka sunrise. Ez a kelet nyugatja, a nyugat keletje. Pálinka sunrise. Milyen a húzatja, na olyan a keletje. Pálinka sunrise. Tapad a fapad az adag kimérve. Pálinka. Letöltjük, ami még hátra van belőle. Sallalala, hey! Húzd a mígó. Sallalala, ho! De csak amíg jó. Egyszer élünk, egyszer nem. Hát jó napot, hello! Hello, hello! Sallalala, hey! Hazatol a maligán. Sallalala, ho! A mámor taligán. Nincs az eszen, semmi baj, csak nélkül a hely, ho! Thank you.
belépés nem lesz díjtalan, a kilépés bizonytalan. Egyúttal felhívja az app tulajdonosok figyelmét, hogy a felvonulás irányában a kutyáját mindenki tartsa dugva. Zenéről az Orpheus zenekar 4 fővel gondoskodik, belépődni 600 forint, büfé is lesz. Külön köszönet a két helyi lovasklub résztvevőinek, akik vállalták e hosszú és fáradtságos utat, különösen a hazafelé vezető út veszélyeit. Nélkülük a rendezvény nem valósulhatott volna meg, és nem lett volna ilyen színvonalas hagyomány. Isten áldja mindannyiukat! Hirdetése! A Községi Önként és Tűzoltó Egyesület parancsnoka, ifjú Óvári László és Vivére Dávid ezúton értesíti a motorsport rajongóit, hogy a Balaton-Berényi hegyen lévő birtokán és annak környékén motoros bemutatót tartanak. A bemutató két témakört ölel fel. Egyes témakör, menekülés motorkerékpárral a hatóság elől, amely majdnem sikerült. Bemutatót a parancsnok tartja. Kettes témakör, cirkuszi mutatványokat meghazudtoló szaltó bemutatása a mélyútba, amely végén a sérültet az orvos első segélyben részesíti. A produkció megtekintését gyenge idegzetűek számára nem ajánljuk. A kettes témakört Óvári Dávid vállalta magára, sistergő kipufogóval a lábaszára. Vigyázz, Vaszkó, jön a kanyar, illetve egy nagy kvad az én álmom, Hempergek a betegágyó jeligére. A műszaki volt vezetője értesíti a szomszédos Csillagvár étterem vezetőjét, Szokuti Zsolt, szőlész, borász, vadászmester urat és kedves vendégeit, hogy a műszaki volt előtt déli időtájt autóikkal ne parkoljanak le, mert zavarják a bort forgalmát és a szállítók munkáját. Helyette a vendégünk nyugati oldalán lévő parkolót szíveskedjenek használni. Déli időtájt blokád alatt a boltja, egyre jobban tellik már a botja jeligére. A Balaton-Szentgyörgyi pásztorok királya, közismert nevén Bújkó Jani, becsületes nevén Szabó János főpásztor és mesterszakács, ezúton értesíti Kovács Csabát, a finnyíró embert, barátok közti nevén Tatát, hogy az általa megrendelt nomád pizzát az esti órákban átveheti a Jager büfé helyett a Morzsa büfébe. A pizzát eredeti nomád pásztorok receptje szerint készül. Alapja napon érlelt, bogár járt a tehénmetény, több virággal díszítve. Díszdobozban kerül átadásra. Jó étvágyat kívánok fogyasztásához! Pizzafutár lett a Jani meglepődött szegény Csabi jeligére. A Községi Polgárőr Egyesület tájékoztatja a lakosságot, hogy ez évben először kísérleti jelleggel, de lehet, hogy utoljára megrendezték a Balaton-Szentgyörgyi Annabált. A bál nagyon jó hangulatú volt, bár sajnálják a rendezők, hogy csak kevesen látogatták meg a nemes szándékű rendezőt. Ebben valószínű, hogy a nagy meleg is közrejátszott, már a hajnali órákra már egészen elviselhető volt a kinti hőmérséklet, amelyet Bosz Krisztián és a mi kedves és nagy tisztelt meg örvendő szeretett doktorunkon, dr. Darabon Ferenc úr is tanúsíthatnak a templom lépcsőjén üldögélve. Ha egy kicsit kitartóbbak és tovább üldögélnek, a helyen részt vehettek volna a vasárnapi szentmisén, aminek a plébános örült volna a legjobban. Elhalkul a zene, elmennek a párok, reggelre majd csak hazatalálok jeligére. Jó,
Hirdetések! A községi önként és tűzoltó egyesület parancsnoka, ifjú Óvári László és Fivére Dávid ezúton értesíti a motorsport rajongóit, hogy a Balatonberényi hegyen lévő birtokán és annak közvetlen környékén motoros bemutatót tartanak. Kettes témakör tartalmaz a bemutató. Egyes témakör menekülés motorkerékpárral a hatóság elől, amely majdnem sikerült. Bemutatót a parancsnok vállalta. Kettes témakör a cirkuszi mutatványokat meghazudtoló szaltó bemutatása a mélyútba, amely a végén a sérültet az orvos első segélybe részesíti. A produkció megtekintését gyenge idegzetűek számára nem ajánlja. A kettes témakört Óvári Dávid vállalja magára, sístergő kipufogóval a lába szárán. Vigyázz, Lackó, jön a kanyar, illetve egy nagy vad az én álmom, hempergek a betegágyó jelégére. A Balatonszentgyörgyi szürke gulya tulajdonosa, Pereszlegi Gyula, ezúton értesíti a Virág utca nyugati felé lakó kártulajdonosokat, hogy a saját érdekükben a nyugati telekhatáron védőkerítést építeni szíveskedjenek. Így elkerülhető, hogy a gulya elkóborlása esetén kárt okozzanak. A legutóbbi károkozást megtéríteni nem áll módjában, de díjként a sértetteknek felajánl egy-egy kocsit rágyát. Jani pásztor, ne légy múja, kiskertekben van a gulya jeligére. A műszaki bolt vezetője értesíti a szomszédos Csillagvár étterem vezetőjét, Szokodi Zsoltot, borász, vadász és szőlészmester urat és kedves vendégeit, hogy a műszaki bolt előtt délidőtájt autóikkal lehetőleg ne parkoljanak le, mert zavarják a bolt forgalmát és a szállítók munkáját. Helyette a vendéglő nyugati oldalán levő parkolókat szíveskedjenek használni. Délidőtájt blokád alatt a boltja egyre jobban tellik már a botja jeligére. A Balatonszentgyörgyi pásztorok királya közismert nevén Bújkó Jani, becsületés nevén Szabó János, főpásztor és mesterszakács, ezúton értesíti Kovács Csabát, a fűnyíró embert, barátok közti nevén Totát, hogy az általa megrendelt nomád pizzát az esti órákban a Jager büfé helyett a Mózsa büfében átverti. A pizza eredeti nomád pásztorok receptje szerint készült, alapja napon érlelt bogárjárta tehénlepény, tökvirággal díszítve. Vízdobozban kerül átadásra, jó étvágyat kíván a fogyasztáshoz. Pizzafutár lett a Jani, meglepődött szegény Csabi jeligére. A Községi Polgárőr Egyesület tájékoztatja a lakosságot, hogy ez évben először kísérleti jelleggel, de lehet, hogy utoljára megrendezték a Balatonszentgyörgyi Anna bált. A bál nagyon jó hangulatú volt, bár sajnálják a rendezők, hogy csak kevesen látogatták meg e nemes szándékú rendezvényt. Ebben valószínű, hogy a nagy meleg is közrejátszott. Bár a hajnali órákra már egészen elviselhető volt a kinti hőmérséklet, amelyet Vas Krisztián és a mi kedves és nagy tiszteletnek örvendő szeretett doktorunk Dr. Darabon Ferenc ő is tanúsíthatnak a templom lépcsőjén üldögélve. Ha egy kicsit kitartóbbak és tovább üldögélnek, a helyen részt vettek volna a vasárnapi szentmisén, aminek a plébános úr örült volna a legjobban. Elhalkul a zene, elmennek a párok, reggelre csak haza találok jeligére. Köszönjük a figyelmüket! Nézzetek itt!
ez vegyük ki, mert már úgy viszket a fejemre. Nem csodálom. Kajan nem van. Nem voltak sem. Balamburunk! Megtaposztam a szoknyámat. Nem, igen, van, bár az a baj. Ha üres, tudod ott vanni, pálinkát ki kell venni belőle. A fekete, fekete, fekete. Azt keresem, azt keresem. Egy kis poldat hagyjad meg. Hé, majd pusse! Ülnék egy év alatt, hát van itt van hó. Születében a rendezésége. Előtön mond köszönetet mindazoknak, akik a nemes rendezvény szervezésében és kivitelezésében közreműködtek az elmúlt 15 évben, amely az önök és a magunk szórakoztatására hivatott. Külön köszönet a kékhelyi lovasklub résztvevőinek, akik vállalták e hosszú és fáradtságos utat, különösen a hazafelé vezető út veszélyeit. Nélkülük a rendezvény nem valósulhatott volna meg, és nem lett volna ilyen szikorlás hagyomány. Isten áldja mindenjukat! Hirdetések! A Balatonszentgyörgyi pászorok királya közismert nevén Bújkó Jani, becsületes nevén Szabó János, főpásztor és mesterszakács, ezúton értesíti Kovács Csabát, a finnyíró embert, barátok közti nevén Tatát, hogy az általa megrendelt tomát pizzát az esti órákban a Jager büfé helyett a Mózsa büfébe átverti. A pizza eredeti nomád recept alapján készült. Alapja napon érlelt, bogár járt a tehénlep, tehénlepény, több virággal díszítve, díszdobozban kerül átadásra, jó étvágyat kíván a fogyasztásához. Pizza futár lett a Jani, meg lehet bődött szegény Csabi jeligére. A helyi katasztrófa védelmi igazgatóság tájékoztatja a lakosságot, különösen Sági Ekolát, Dottyánpusztai lakost, hogy a fűtési szezon kezdetével megszaporodtak a fűtőberendezések által okozott balesetet, ezért a fentnevezett személy hozzá fűtő tanfolyamra beiskolázza. Ezzel szeretné elkerülni, hogy a tavalyi évhez hasonló füstös mérgezés elkerülhető legyen. Egyúttal köszönetet mond az önkéntes tűzoltóknak és a szomszédoknak, hogy a trafikus helyzetben kimentették a fenti egyén a szomszéd közelházából.
végén azért üljetek le! Este pedig báli mulatságot rendez a kultúrházban. A belépés nem lesz díjtalan, a kilépés bizonytalan. Egyúttal felhívja az egy tulajdonosok figyelmét, hogy a felvonulás ideje alatt a kutyáját mindenki tartsa dugva. Zenéről az Orpheus együttes gondoskodik 4 fővel, belépődíj 600 forint. Lesz büfé is. A születi bár rendezősége elutamon köszönhetek mindazoknak, akik a nemes rendezvény szervezésében és kivitelezésében közreműködtek az elmúlt 15 évben, amely az önök és önmagunk szórakoztatására hivatott. Külön köszönet a két helyi olvasztók résztvevőjének, akik vállalták a hosszú és fáradtságos utat, különösen a hazafelé vezető út veszélyeit. Nélkülük a rendezvény nem valósulhatott volna meg, nem lett volna színvonalas hagyomány. Isten áldja mindannyiukat! Hirdetések! A Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka, ifjú Óvári László és Fivére Dávid ezúton értesíti a motorsport rajongóit, hogy Balatonberényi hegyen lévő birtokán és annak környékén motoros bemutatót tart. A bemutató két témakört éri. Egyes témakör, menekülés motorkerékpárral a hatóság elől, amely majdnem sikerült. A bemutatót a parancsnok vállalta magára. Kettes témakör, cirkuszi mutatványokat meghallottó Szaltó bemutatása a médiumba, amely végén a sérültet az orvos első segélybe részesíti. Gyenge idegzetűeknek a produkciók megtekintését nem ajánljuk. Kettes témakör Óvári Dávid vállalta magára, sisergő kipufogóval a lábasztára. Vigyázz az, hogy jön a kanyar, illetve egy nagy kor az én álmom, nem pekek a beteg aljó jelégére. Másodjára, a Balatonszentgyörgyi szürkegúja tulajdonosa, Peresztegi Gyula, ezúton értesíti a Virág utca nyugati felején lévő kert tulajdonosokat, hogy a saját érdekükben a Telek határon védő kerítést építkezni szíveskedjenek. Így elkerülhető a gulya elkorbódása esetén okozott kár. A legutóbbi károkodást megtéríteni nem áll módjába, de az igazdíjként a sértetteknek felajánl egy-egy kocsit rája. Jani Pásztor, ne légy mula, kiskertekben van a gulya jeligére. Harmadjára, a műszaki bolt vezetője értesíti a szomszédos Csillagvár étterem vezetőjét, Szokodi Zsolt szőlész borász borászmester urat és kedves vendégeit, hogy a műszaki bolt előtt déli időtáj autóutikkal ne parkoljanak le, mert zavarják a bolt forgalmát és a szállítók munkáját. Helyette a vendégli hivaték oldalán lévő parkolókat szíveskedjenek használni. Délidőtáj blokád alatt a boltja, egyre jobban telik már a botja jeligére. Negyedszerre. A Balatonszentgyörgyi pásztorok királya, közismert nevén Bújkó Jani, becsületés nevén Szabó János, főpásztor és mesterszakács, ezután értesíti Kovács Csabát, a fűnyíró ember, barátok közti nevén Tatát, hogy az általa megrendelt domás pizzát az esti órákban átveheti a Jágér büfé helyett a Morza büfében. A pizza eredeti nomád pásztorok receptje szerint készült, alapja napon érlelt, fogárjárt a tehén letén.
több virággal díszítve. Díszdobozban kerül átadásra, jó étvágyat kívánok fogyasztásra. Pizza után rendte Jani, meglepődött szegény Csabi jeligére. Ötödjére. A helyi katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatja a lakosságot, különösen Sági Attila Batyánbusztai lakost, hogy a fűtési szezon kezdetén megszaporodtak a fűtőberendezések által okozott balesetek. Ezért a fent nevezett személy kazánfűtő tanfolyamra beiskolázta. Ezzel szeretné elkerülni, hogy a tavalyi évhez hasonló füstös mérgezés elkerülhető legyen. Egyúttal elutomon köszönetet az önkéntes tűzoltóknak és a szomszédoknak, hogy a kritikus helyzetben kimentették a fenti egyént a szomszéd kazánházából. Vizes fák a kazánból, nyolc t-shirt a pofánból jelégére. A Községi Polgári Egyesület tájékoztatja a lakosságot, hogy az évben ezértben először kísérleti jelleggel, de lehet, hogy utoljára megrendezték a Balaton-Szentgyörgyi Anna-bár. A bár nagyon jó hangulatú volt, vagy sajnálják a rendezők, hogy csak kevesen látogatták meg a nem egy szándékú rendezőt. Ebben valószínű, hogy a nagy meleg is közeljátszott. Bár a hajnali órákánál egészen mérsékelhető volt a kinti, hőmérséklet, amelyet Vas Krisztián és a mi kedves és nagy tiszteletnek örmentő szeretett doktorunk, dr. Dragon Ferenc úr is tanúsítatnak a templom lépcsőjén üldögélve. Ha egy kicsit kitartóbbak és tovább üldögélnek a helyen, részt vehettek volna a vasárnapi szentmisén, aminek a kívánosul előtt volna a legjobban. Elhalkul a zene, elmennek a párok, reggelre majd csak honnan találok jeligére. A Batyánbusztai piros hetes italbolt vezetője, Varga János, ezúton értesíti a Kugli szerelmeseit, hogy a Kugli bábok és a golyók kopása miatt, illetve a sorozatos atrocitások elkerülése véget, a folyamatban lévő tekeversenyeket bizonytalan időre elhalasztja, illetve felfüggeszti. Együttel kéri a környékbeli honfitársait, akik a fenti probléma megoldására ötlettel rendelkeznek, keressék fel és álljanak elő a megoldás lehetőségeire. Három pulci, hat csönt, nyolc fal lesz a Kisvös jeligére. Nyolcat szóra kenek utoljára. A névisz, azaz a Nemzeti Élelmiszer Biztonsági Hivatal ezúton értesíti ifjú Banis Tibor mezőgazdasági próbálkozó, őstermelő, Dél-Balaton ZRT osztatott tagját, hogy az elmúlt időszak problémái miatt és a szaktudás erősítése véget növényvédő szakmérnöki tanfolyamra beiskolázza. Az iskolázás ugyanis a tavalyi évben csak a polgármester szőleit és a szomszédait sikerült elpermetezni, az idén viszont a saját kukoricáját is. Tanfolyam részben önköltséges, a nagyobbik rész a fent említett hivatal vállalta magára. Újra kelnek a magok, kimikáni nagy vagy jeligére. Köszönöm a figyelmüket! Köszönöm, hogy megnézted!
És hogyha itt vagy én velem, úgy érzem csak te vagy nekem a szerelem. Megbolondítasz engem, elvetted az eszemet, ha látom két szép szemet, meghalok. Megfájtítsd a szívemet, legyél itt mindig velem, nélküled élni én már nem tudok. Elmondom én hát neked, hogy szeretlek én tégedet, nélküled élni most már nem tudok. Hogyha te nem vagy velem,
jó, nem biztos. Nem, 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 nem